Szevasz Simon, annyit szeretnék kérdezni tőled, miért van az, hogy egész idáig nem voltam súlyosan személyiségzavaros? Miért van az, hogy csak akkor válik bárki személyiségzavarossá, őrülté, meg ügynökké, meg elmebeteggé, meg mentálisan sérülté, miután ellentmond a rendszernek, és miután őszintén szeretne olyan dolgokról beszélni, amikről emberéletek múlnak? Miért van ez? Ami kellemetlen lehet a rendszer, vagy a rendszer hű klánok számára. Miért van ez? Nem gondolkoztál még ezen? Mit gondolsz, mi történne veled, hogyha te egyik napra, most te ugye eldicsekedtél nem olyan régen talán a Boldizsár Tominak, hogy te sokkal durvább dolgokról tudsz, mint én. Most akkor ez miről szól? Ez mi akar lenni? Ez most annak a bizonyítéka, hogy faszább gyerek vagy, vagy annak a bizonyítéka, elnézést kérek, vagy annak a bizonyítéka, hogy egy gerinctelen ember vagy azért, mert sokkal durvább dolgokról tudsz, mint én, és mégis véded ezt az egész embergyilkos rendszert. Miért van ez? Ki a személyiségzavaros Simon? Én vagyok az, aki a lelkiismeretemre hallgatok, és összerakom a dolgokat gondolkodás következtében, a Bibliával való összevetésnek a következtében, összerakom a dolgokat, és levonom a megfelelő következtetéseket, vagy az a személyiségzavaros, aki egy csaló, hazug, tolvaj, rágalmazót a mai napig Isten apostolának tart. Ki a személyiségzavaros Simon kettőnk közül? Mondd meg nekem, így. Ki a személyiségzavaros kettőnk közül? Majd akkor jön majd az igazi személyiségzavar Simon, minél később szállsz ki ebből az egészből, és minél kevésbé, úgymond őszintén, akkor jön majd az igazi személyiségzavar. Bár igazából a legtutibb módja a személyiségzavarnak, az elmélyülésének az, hogy benne maradsz ebben a rendszerben minél tovább, és ugyanolyan skizoid állapotba kerülsz, mint a Ruf Tibi, meg a Pajor Tomi, meg minden, meg az összes, neked is nyilván vannak ilyen barátaid, ahogy elmondtad ezt nekem, hogy leültetek, elolvastátok a fehér könyvet, végignéztétek ennek az autonómus történetnek lényegében a kronológiáját, meg a dokumentumait, és azt találtátok, hogy ezek a dolgok, amik ott ezek az emberek megfogalmaztak, a Takács Feri meg a többiek, ezek közül semmi nem oldódott meg, semmi nem lett orvosolva. Ugyanolyan rossz a rendszer, ugyanolyan korrupt, és ugyanolyan kiszámítatlan, és ugyanolyan kegyetlen, mint amilyen akkor volt. Tehát azt szeretném megkérdezni még egyszer, ki a kettőnk közül a személyiségzavaros Simon? És melyik fontosabb, egy családnak a reputációja, vagy pedig a család egyes tagjainak az élete? Melyik a fontosabb? Melyik a fontosabb, a reputáció, vagy pedig az élet? Melyik a fontosabb a kettő közül? És mi az, hogy a családnak a jó híre, meg a család, hogy hívják, család rossz hírbe lett keverve? Ki a túrót érdekel, basszus, amikor az egyes családok egyik másik után megy tönkre? Azt hiszed, hogy rád nem fog sor kerülni? Te hülye gyerek, elnézés. Azt hiszed, hogy rád nem fog sor kerülni? Ennyire hülye vagy? Ennyire hülye vagy? Azt hiszed, hogy rád nem fog sor kerülni? Az, hogy engem kidobott a rendszer már hosszú évekkel ezelőtt, és teljesen el lettem írva, meg mit tudom én, te még akkor ott voltál, és segítettél nekem nem egyszer, és nem kétszer. És tényleg törődtél velem, és tanújjelét adtad, ugyanúgy, hogy a Ruf Tibor is. Azon kevesek közé tartoztok, akik tényleg tudtok törődni az egyes emberrel. De értsd meg, hogy eljön az a pont, amikor döntened kell aközött, hogy egy embertelen, abuzáló szervezetet támogatsz, vagy pedig ezeknek az áldozatainak az oldalára állsz. És figyelj ide, és ezt most teljesen komolyan mondom neked, én odáig jutottam, hogy megértettem, hogy miről szól ez az egész rendszer, és látom azt, hogy egymás után keresnek meg eznek a rendszernek az áldozatai. Ezek közül az Anna, aki előtted van egyel, én utána meg hárommal, ő a legutóbbi két súlyos, hogy hívják ennél epizódjánál, ott voltam, és tevőlegesen próbáltam menteni a menthetőt, és próbáltam segíteni, és próbáltam ott lenni mellette, stb. Eldobtam a munkát, minden, stb. Mert egyszerűen nem tudtam így dolgozni. Hát volt olyan, hogy képtelen voltam így dolgozni, mert iszonyatos terhe és súlya volt ennek. Te miközben mit csinálsz? Mit csinálsz mindeközben? Ott építed a Stroman hálózatát ennek a rohadt szemétládának, elnézést kérek. És ott hajt, és mindenféle dologban benne vagy, amiben nem kellene benne lenned. Te régen tudtál segíteni az embereknek, egyéneknek. Mi lett veled? Mi történt veled?
azt hiszed, hogyha nem fogsz lemenni ugyanúgy a sülyeztőbe ezekkel az emberekkel együtt, hogy ezt sokáig csinálod. Ezt nem lehet csinálni. Ne tagadd meg az apádnak az emlékét. Az apád adta neked ezt a nevet. A Rodney tette rád a kezét annak idején. Akármint is most a véleményed a Rodneyról, de apánk nagyon-nagyon büszke volt rád, nagyon-nagyon szeretett, stb. Te vagy az egyetlen az egész családból, úgymond, aki az ő keresztnevét kapta. Senki más nem. Ezt próbáld megbecsülni. Próbálj fölnőni hozzá. Ő akkor úgy így tudott egyedül kiszállni, és így tudta azt megoldani, hogy a családját ne csinálja ki a rendszer. Hogy nem hozta ő akkor nyilvánosságra mindazt, amit tudott. Nem, lehet, hogy esélye se lett volna egyébként. De így tudta sajnos megoldani. Így szállt ki. De eltelt annyi idő. Neked nem kell már tovább védened ezt a rendszert. Próbáld megérteni, hogy ez a rendszer futószalagon tette tönkre a gyülekezetben a családokat egyiket a másik után. És ezt pontosan tudod. És jobban tudod, mint én. Mert még mindig benne vagy. És túl pontosan látod mindezeket a borzalmakat közelebbről, mint én. Engem csak olyanok keresnek meg, akik már tudják, hogy mi van, akik már kiszálltak, akiknek már elege van, és akik már nem részei a rendszernek. De te kapcsolatban vagy olyan emberekkel, akik még részei ennek. Ismered ezt a mondást, hogy bűnösök közt cinkos, aki néma? Mit gondolsz? Döntsd el, hogy kinek a pártjára fogsz odállni. Döntsd el, hogy ennek az abuzáló, tényleg az embereket futó szalagon megnyomorító, megfélemlítő, és a családtagjaikkal, és anyagiakkal, és manipuláló, és zsaroló közösségnek lesz. Közösség, ez nem közösség, ez egy rohadt szervezet. Úgy esnek ki az emberek, ahogy hívják a rácson a hullák, hogy jobb se kell, és senkit nem érdekel. Az a lényeg, hogy ameddig a pénzét tolta bele, addig jó volt, utána meg nem érdekel senkit. És bárki, aki utólag megmeri kérdezni, akár még a rendszer részeként is, hogy ez miért van, vagy az miért van, az azonnal, kőkeményen, azonnal a rendszer ellenségévé válik. Karaktergyilkolják, ellene fordítják a családtagjait, ellene mindent, bármiféle eszköz megengedett vele szemben, ugyanúgy, mint az exkommunikáció a római katolikus, vagy mi az a pápa részéről még a középkorban. Ugyanezt csinálják. Szabad préda, onnantól. Mindenki a HG-nak, a tagjainak, illetve a média gépezetének, a gazdasági gépezetének, meg a maffia kapcsolatai számára. Ezt te pontosan tudod ugyanúgy, mint én. Miért véded ezt az egész rendszert még mindig? Miért? Simon, amikor ez az egész dolog egy nagy crescendóba torkollik, el fog jönni az a pillanat, ahol nem lesz személyválogatás. Érted? És értsd meg, hogy ebből még most kell kiszállni. Ezt nem, én szólok most neked előre. Nem, ez nem egy személyes, ez nem azért, én személyesen nagyon szeretlek téged, ezt nagyon jól tudod. De ezt nem lehet csinálni, hogy még te is, az én saját testvérem, akivel hosszú évekig a legjobb kapcsolatban voltam az összes testvéreim közül. És ilyeneket mondasz rólam, hogy egy súlyos személyiségzavarban szenvedek, mit tudom én. És mindenre csak azután jössz rá természetesen, hogy én elkezdek megalapítani olyan dolgokat, amiket te is megalapította volna már régen. És amiket te ugyanúgy pontosan tudsz, csak ugye nem mondod ki nyilvánosan. Ugye? És amikor én meg próbálok segíteni és föltárni, hogy Annával mi történt egészen pontosan, és mi a fene okozta ezt, hogy ilyen szintű, mentális problémák jöttek ki nála, ami olyan, hogy már több alkalom a rendőri beavatkozást igényelt, akkor erre még én is megkapom ezt, azért, mert én ebbe próbálok segíteni, és akkor ilyen baromságokra hivatkozol, hogy a családnak a jó hírneve az sérült, meg mit tudom én, meg szégyenbe került a család. Ki a tököm nem kakálja le az egészet, elnézést kérek, amikor itt az van, hogy életveszélyben van rendszeresen Anna ezek a dolgok miatt. És egyszerűen én csak szeretném kideríteni, hogy mi a fene történt. És azt találom, hogy miközben kutatok ezügyben, stb. Azt találom, hogy ennél még cifrább történetek is vannak. De dögivel. Kapjál már fejedhez, basszus! Kapjál már fejedhez, Simon! Mi a fenét támogatsz te? Mibe vagy te benne? A izé is azt mondja, az írás is azt mondja, jaj nektek gazdagok, kincsétket gyűjtöttetek az utolsó napokban. Ugye?
nem itten strómankodni kell, meg építeni a németnek a céghálózatát, meg mit tudom én, a többi majommal együtt. Ezt be kell fejezni, basszus kulcs. Itt azt kellene csinálni, hogy egyszerűen el kellene menteni az embereket, akiket csak lehet. El kellene kezdeni tényleg végre az igazi Isten munkáját csinálni.